Mielőtt a jelen érték és a jövő érték fogalmába és a kamat számításba beleugrunk, ismerjük meg a pénzügy egyik alapvető tételét. Ez így hangzik. A ma esedékes pénz értékesebb a holnap esedékesnél. E mögött az áll, hogy amit ma megkaptál, az befektetheted, így hozamod lehet rajta. Azaz a hozam lehetőség miatt lesz az idő az egyik legfontosabb tényező, hogyha a pénzről beszélünk. Vegyünk egy példát. Választhatsz a között, hogy ma megkapsz 1 millió forintot, vagy csak egy évvel később kapod meg ugyanezt. Ha azt választod, hogy ma kéred, akkor bemehetsz mondjuk a bankba és lekötheted. Vegyük példának azt, hogy egy teljes évre kötötted le és 5%-os kamatot kapsz a pénzedre. Ekkor a bank egy év múlva visszaadja neked az 1 millió forintodat, így ez megmarad neked, sőt még 50 ezer forintot ad neked pluszban kamatként. Ha viszont azt választod, hogy jó lesz neked egy év múlva is az az egy millió forint, elvégre a pénz akkor is pénz lesz, akkor a meg nem kapott pénzt nem tudod befektetni és dolgoztatni, így a hozam lehetőséget szalasztottad el. Tegyük fel, hogy te ezzel a bankkal elégedett vagy, és továbbra is élni szeretnél az 5%-os kamat lehetőségével. Így egy újabb teljes évre lekötöd a pénzedet. A második év végén a bank visszaad neked 1 1.102.500 forintot, lehet, hogy meglepő, hogy az első évben csak 50.000 forint kamatot kaptál, most meg ugyanazokkal a feltételekkel már 52.500 forintot. Viszont itt már az előző évben megkapott kamatot is dolgoztattad. Így ekkor már a kamatos kamat hatását is élvezheted. Ha még egy évig bent hagyod, akkor természetesen még, még többet fogsz kapni, akkor 157.625 forintot kaptál vissza a harmadik év végén. Mivel a bank a kamatot a nála lekötött pénzre fizeti, a megkapott kamat pedig a tied, így a már megkapott kamatot is dolgoztatni tudod. Ezzel még gyorsabban tud gyűlni a pénzed. Minél hosszabb ideig hagyod bent, annál erősebb lesz ez a hatás. Ha kiszámolod, hogy mennyi pénzed lesz egy adott időszak végén, akkor a pénzed jövő értékét kapod meg. Ennek jelölése az angol elnevezése, azaz a Future Value után FV. A jövőérték az a kamattal megnövelt összeg, ami egy idő után a tied lesz. A videó elején említettem a jövőérték mellett egy másik fogalmat is, ez pedig a jelenérték volt. De mi is pontosan a jelenérték? A jelenérték a különböző időpontokban megjelenő pénzáramokat a mai napi értékén mutatja meg. Megadja a választ arra a kérdésre, hogy mekkora összeget kellene betenned a bankba ahhoz, hogy ugyanannyi pénzed legyen egy adott napon. A jelenérték jelölése szintén az angol elnevezése, azaz a present value után PV. Jogos a kérdés, hogy miért is kellene neked jelenértéket meg jövő értéket számolnod. Ha ígér neked valaki egy millió forintot ma, valaki más pedig csak jövő ilyenkorra, akkor főleg az eddig elhangzottak alapján számogatás nélkül is meg fogod tudni mondani, hogy a mai pénzt kéred. A befektetéseknél gyakran találkozni olyan esettel, amikor különböző időpontokban különböző összegű pénzáramok jelennek meg. Ezek összehasonlítására szolgál mind a jelenérték, mind a jövő érték számítása. Itt ugyanis nem csak az a kérdés, hogy számszakilag melyik több, hanem figyelembe vesszük az adott idő alatt elérhető hozamaikat is. Ahhoz, hogy két befektetést hatékonyan össze tudj hasonlítani, szükséges az, hogy ezeket a pénzáramokat egy adott közös időpillanatra számold át, és ebben az egy időpontban aktuális értéküket lásd. Miután ezt megtetted, már meg fogod tudni mondani, hogy melyik a számodra legjobb befektetési lehetőség. A lényeg, hogy az adott időszak végén több pénz legyen a zsebedben, mint amivel indultál.